Szép estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőinket! Önök november 10-én csütörtök este a Tatai Televízió Hírszemle című műsorát láthatják. Adásunkban egy-egy aktuális és kiemelt témával foglalkozunk bővebben. Tartsanak velünk ma is! A modern kor kihívásainak megfelelő szolgáltatásokat nyújthat az a két nagyszabású projektet magába foglaló beruházás, amely az egykori helyőrségi művelődési otthon helyszínén valósul meg. Az új épületben működhet a közeljövőben a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, de a Magyari Zoltán Tudásközpont kialakításával is számos funkcióval bővül a város élete. A hiánypótló beruházásról Mihű József tataváros polgármestere beszélt bővebben. Egy nagyon régi, jól használható, nagyon sokak által szeretett könyvtár, amely a művelődési házban van, új helyet keres magának, és egy nagyon régóta a tataiak által nagyon szeretett, kedves helyen, itt a Tiszti Klubban találtunk neki új helyet. Ennek a beruházásnak vagyunk lassacskán, most már majd mondhatjuk, hogy a felénél, de még egy olyan, inkább csak a jó egyharmadánál, hiszen a bontások fejeződtek be. Itt az Ady Endre úton lévő épület, amely az Egység utcáig lóg át, ennek a hatalmas épületnek volt sok olyan részlete, amit sajnos le kellett bontani, vagy már eleve így terveztük. Ez fejeződött most be, és ebből az alkalomból hívtam meg képviselőtársaimat a Tatai testületből, illetve a bizottsági tagokat, hogy nézzük meg együtt, hol tart az építkezés, lássák a saját szemükkel, és kérdezhessenek a műszaki vezetőtől, építésvezetőtől, hogy amire csak kíváncsiak, mert azt szeretném, hogy mindenki képbe legyen, abszolút tudja azt, hogy hol tart ez a beruházás. A következő időszakban az építkezés része jön most már el, és hamarosan azt reméljük, hogy a tél folyamán a belső kialakításnak is neki tudnak kezdeni. A tervünk az, hogy jövő év szeptemberében, tehát közel egy év múlva ez a könyvtár itt és a Tudásközpont az Ady Endre úton megnyílhasson. Azt remélem, hogy a tataiak nagy-nagy örömére, és a tóvárosiaknak pedig azért talán egy kis plusz örömmel, hogy végre lesz itt Tóvároson is az Ady Endre úton egy olyan kulturális központ, egy olyan kulturális találkozóhely, ahol kicsi kávéház, gyerekolvasó, helytörténeti kutatóterem, közösségi tér, maga a könyvtár, annak különböző szolgáltatásai, számítógépes terem. Tehát sok-sok mindennel együtt egy olyan találkozási pont lehet, ahol egyrészt a Tatáról szóló tudásunkat tudjuk bővíteni, meg a világról szóló tudásunkat is. Úgyhogy én nagyon-nagyon nagy izgalommal várom a folytatást, rendszeresen be fogunk számolni a tataiaknak. Egy létesítmény kialakításakor nyilván nagyon sok lehetőséget biztosít egy-egy üres vagy éppen alakulóban lévő épület. Ugye a polgármester úr említette azt a számos szolgáltatást, amit majd nyújthat a jövőben ez a létesítmény. Mennyire volt ez közös gondolkozás eredménye mondjuk a város lakóinak igényeivel? Ugye az egy régi gondolat, hogy a művelődési ház abban az állapotában nem alkalmas már a mai modern igényeknek való szolgálatára. A másik dolog pedig, hogy ajándékba kaptuk a magyar államtól ezt az épületet, és végig kellett gondolnunk, hogy mit lehetne itt elhelyezni. És az motivált bennünket, hogy Tóvároson nincs olyan kulturális központ, olyan kulturális pont, amit napi szinten tudnának a tataiak is használni. A másik az volt, hogy itt van mellette egy 1000 főt kiszolgáló általános iskola közvetlen közelében, és az a cél is megvalósult, hogy egy olyan találkozási pontja legyen itt a tóvárosiak számára ennek a megvalósulásával, ahol baráti közösségek is akár össze tudnak majd jönni, illetve egy olyan iroda lehetőséget is biztosítunk, ahol akár egy pár órára is van értelme a laptoppal beülni és elvégezni a munkát. Tehát az volt a cél, hogy minél sokrétűbb tevékenységet lehessen tenni, és a másik pedig az, hogy ugyanakkor egy nagyon magas színvonalú kulturális környezetet teremthessünk meg. És a művelődési házban pedig ugye egy másfajta koncepció alapján egy kulturális és szórakoztató központ jön majd létre, ezért az ottani könyvtár felületét is be tudjuk vonni abba a fejlesztésbe.
Az összetett projekt kivitelezési szakaszait időről időre személyesen tekinti meg Tataváros önkormányzatának képviselőtestülete. Legutóbb november 9-én tett látogatást a helyszínen a grémium, a körzet képviselője Bogleri Zoltán értékelte a beruházások fontosságát. Körzetében ugyanis három nagyszabású fejlesztés valósul meg, így a Vaszari János általános iskola modernizálása, a Malom projekt kivitelezése és a Magyari Zoltán tudásközpont kialakítása a városi könyvtár áthelyezésével. Most három helyszínen is elég intenzív munkálatok zajlanak. Talán legkorábban a Vaszari épület, illetve a terve, de a tervezés az már ugye több szakaszban volt mindegyik helyszínnél, de a Vaszarinál volt először látvány, és ugye ott egyrészt korszerűsítés, másrészt ugye bővülés, plusz termek lesznek, ugye a tetőzet lesz cserélve, illetve még a sportpálya, tehát a sport gyerekeknek a sportolásai lehetőségei is bővülnek. Ez az egyik helyszín, a második ugye a Malom kert projekt, az is nagyon látványos szakaszával lépett, és igazából külön öröm is ez számomra, hogy gyakorlatilag rövid időn belül a negyedik Malom épület újul meg itt a körzetbe, hiszen talán pár éven belül, talán két éven belül ugye a Pötörke, akkor a Cégény Magyar Malom a Tóvárosi Malomnál, ugye ahol a Malom és Kacsa alakult ki, illetve még a Nepomuceus Malmot is, a Német Nemzetiségi Múzeumot is kialakult, tehát így gyakorlatilag négy Malom épület újul meg itt rövid időn belül, és ahol pedig állunk, ugye volt Tiszti Klubnak az épülete, szintén egy emblematikus épület. Tudjuk, hogy a könyvtárnak is már nagy szüksége volt egy új helyszínre, és itt tényleg a 21. századnak a minden eleme meg fog valósulni, amit internet elérés, számítógépnek a kapcsolódási pontja, hiszen az előső részébe, tehát a Ady Endre út felé eső részébe ugye egy ilyen gyakorlatilag egy interaktív tér alakul ki, ami nem csak könyvtár funkcióra, hanem akár tanácskozásoknak, akár ha például valaki a home office-t innen szeretné megoldani, akkor arra is lesz lehetőség. Ehhez akár egy kis büfé is tud társulni, tehát meg az, arra is lesz lehetőség. És itt, ahol, ami most pedig a építkezés látszik, a volt színház termi rész, ami ugye ide az Egység utca felé néz, itt pedig a maga a valódi könyvtár épület fog helyet kapni. Úgyhogy nagyon örülök, hogy így három helyszínen is itt a körzetben zajlik az élet és az építkezések. És hát köszönöm a türelmét az itt lakóknak, különösen itt az Egység utcában lakóknak is, mert biztos, hogy kárpótolni fogja őket, mert az az élmény és lehetőség, ami itt a mögöttünk levő épületben meg fog valósulni. Három fejlesztés közül talán ez a legjobban, ami összehozza a generációkat. Nem tudom, hogy a kivitelezés óta esetleg volt-e valamilyen visszajelzés a körzetben élőktől, vagy akár távolabb értelemben a városban élőktől ennek az egész kezdeményezésnek a hasznáról? Hát nagyon várják mindegyik folyamatban levő beruházásnak, hiszen mondhatnánk, hogy a Vaszari ugye az oktatás, az inkább a fiatalok, a Tiszti Klub épülete, pedig ugye korábbi funkciójánál is ugye elsősorban inkább a nyugdíjasokat, az idősebb korosztályt szólította meg, de most itt összefonódik mind a kettő, és ennek szerintem nagyon örülnek, hogy majd le tudnak jönni akár a fiatalabbak, és a fiatalabbaknak is szerintem nagyon fontos a könyvélmény, mert itt az internet világába ez szerintem egy kicsit hátrébb sorolódott, az időseknek pedig fordítva is mondhatom, hiszen őket is egyre inkább érdekli a elektronikus úton való kommunikációnak a lehetősége, tehát itt mind a kettő, tehát valahogy a idősebb és a fiatalabb korosztályoknak is ez egy nagyon jó találkozó helye lehet. A Malom kert pedig úgy gondolom, hogy mivel egy bemutató jellegű lesz, ott pedig talán még a legkisebbeknek is lesz majd lehetőségük akár ott összelisztezni magukat a Malomnak a kertjébe, úgyhogy szerintem most itt minden generációnak az igényeihez tudunk majd alkalmazkodni és programokat hozzátenni. Mérsékelten befolyásolja a város kulturális és művészeti életét az Európában zajló gazdasági folyamat. A téli időszak beköszöntével ugyanis továbbra is látogatható lesz a Kunidom Okos és a Német Nemzetiségi Múzeum. Bár a volt zsinagóga november elején bezárta kapuit a leghidegebb hónapok beköszöntével, a két intézmény továbbra is számos kiállítással, interaktív kezdeményezéssel és múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várja a generációkat. A jelenleg is elérhető szolgáltatásokat Kovácsné
Horváth Viktória, a Kuni Domokos Múzeum kommunikációs munkatársa ismertette. Jó hírekkel szolgálhatunk a múzeum barátoknak, hiszen a Kuni Domokos Múzeum vármúzeuma és a Német Nemzetiségi Múzeum tárt kapukkal és színes programokkal várja a Tatára érkezőket, illetve városunk lakóit. Itt állunk a vármúzeum falai között, én azt gondolom, hogy itt még kellemes a klíma, és hadd ajánljak néhány olyan kiállítást, ami az állandó anyagaink mellett megtalálható. A vármúzeumba érkezve egyből Nagy János fantasztikus szobra, Hunyadi Mátyást ábrázoló lovas szobra fogadja az ideérkezőt, és természetesen Nagy János bronzszobraiból álló tárlatunk, egy életmű kiállítás még mindig az emeleten várja a művész munkássága iránt érdeklődőket és a szobrászat rajongóit. Itt mögöttem pedig október 25-én nyílt meg az építészkamara szervezésében az évháza idei versenyének keretében az a kiállítás, amely terveket mutat be. Ezen a napon 25-én pedig egy konferenciára is sor került, természetesen Fellner Jakab emlékévhez kapcsolódtak a szervezők ezzel a programmal. Ahogy haladunk tovább, a következő időszaki kiállító térben a Tatai Őstenger csodálatos élővilága elnevezésű kiállításunk, tárlatunk tekinthető meg, amely a Kálvária Domnak a földtörténeti korszakait idézi meg, egy rendkívül izgalmas földtörténeti kalandozás, 100 milliós időtávlatokat járhatunk be. Az emeleten pedig természetesen a Fellner Jakab emlékévhez kapcsolódóan Fellner Jakab munkásságát két teremben tekinthetők meg az érdeklődők. A születéstől a halálig egy különleges életpálya minden állomását, minden részletét igyekeztünk bemutatni, természetesen a modern technológiát is felhasználtunk, hiszen 3D-i makettekkel elevenednek meg azok az emblematikus épületek, amelyeket egyébként a Fellner Jakab esték programjainak sorával felkeresünk. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy a következő Fellner estékre invitáljam a tataiakat, illetve az érdeklődőket. November 18-án, pénteken délután Billegpusztára látogatunk el a Balogh Eszter házikastélyba, ahol szintén tárlatvezetéssel, épületbejárással, szakmai előadással, illetve egy kis gasztronómiai programmal színesítve várjuk az érdeklődőket. Ezen a napon 16 órakor kezdődik Billegpusztán ez a program. És akkor visszatérnék a Vármúzeumra. A következő szinten Hákatona Erzsébet légies akvareleit láthatjuk, valamint diópáccal készült alkotásait. A tatai művész Tata ihlette meg, szeretett városunk legszebb pontjait festette meg, illetve a megyek legszebb részletei láthatók az alkotásaim. Ahogy említettem, Nagy János további szobraival folytatjuk ezt a teret, az emeleten pedig Posztocki Károlyra emlékezve, hiszen 140 évvel ezelőtt született az amatőr csillagász és meteorológus. Az ő életét a legszebb gyűjteményi darabokon keresztül mutatjuk be, a TIT Komárom-Esztergom megyei egyesületének szervezésében valósul meg ez a kiállítás. A Német Nemzetiségi Múzeumban pedig a Múzeumok őszi fesztiváljának keretében néhány héttel ezelőtt ugye volt már egy helytörténeti vetélkedő, ahol diákok bevonásával az 56-os tatai eseményeket próbálták a fiatalok megismerni, ezeket az eseményeket különböző kutatások során bemutatni, és egy vetélkedő forduló zárta ennek a keretét, ez adta. Valamint a Német Múzeumban csütörtök és pénteki napon NEPO nap keretében fedezhetik fel a diákok az épületet, megismerhetik a múzeum történetét, a gyűjteményben barangolhatnak, és interaktív programokkal, tánccal, zenével igyekszünk a német nemzetiségi hagyományokat megismertetni, kicsit élővé tenni. Nagyon népszerű ez a program, hiszen már az előzetes kiajánlások alapján ez a két nap teljesen betelt. És a Múzeumok őszi fesztiválja tulajdonképpen intézményünkben ezzel a programmal zárul. Ugye két héttel ezelőtt volt egy sajtótájékoztató, Tatabánya és Majk után. Tatára is ellátogattak a szervezők, a Skanzen, illetve a turisztikai ügynökség képviselői megcsodálhatták városunkat, és tájékozódhattak arról, hogy mennyire élő turisztikai kínálattal várjuk az ideérkezőket. A volt zsinagóga kiállítóhelyünk, ugye az elmúlt időszak itt is nagyon élénk volt a kortárs művészet kedvelőinek, Vámos János kiállítását követően a Limes kiállítása, a határon túli művészek alkotásaiból volt egy tárlat, Miglinci Éva kurátor pedig ugye bontotta ezt az anyagunkat, és ezzel volt zsinagóga kiállítóhely téli álomra szenderült.
Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök november 10-én csütörtök este a Tatai Televízió hírszámle című műsorát láthatták. Adásunkkal legközelebb jövő hét kedden jelentkezünk. Én további szép estét kívánok önöknek, a viszontlátásra!